szemed fel a kezedet. Csapd össze, ezt úgy hívják, hogy lássam. Taps, 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 sziasztok! Na mi a helyzet? A felhőtlen szórakozásé, nevetésé volt a főszerep Dombováron, a Városi Gyermeknapon. Ritmusra jártak az apró kezek és lábak, még az esős időjárás sem mosta le a boldog mosolyokat a gyermekarcokról, hiszen ez a délután róluk szólt. A programokat a szervezők eredetileg szabadtérre tervezték, az eső miatt azonban a művelődési ház előterében tartották meg. Zenés műsorok, bábelőadás, bemutatók és játékos foglalkozások minden mennyiségben, színes programkínálattal várták az érkezőket. Több civil szervezet is csatlakozott a gyermeknaphoz. A nálunk működő szakköröknek itt vannak a kézművesei, tehát lehet nemezelni például, lehet veszőfonással foglalkozni. Papné Farkas Gabika a Szép Teremtők Alákával kézműves foglalkozással készült, úgyhogy népi játékokat tettünk ki a légudvarba, ott is lehet játszani. A Szőlőhegyi Alkotóház érkezett hozzánk 3 különböző foglalkozással. A Nagycsaládosok Egyesülete is itt van velünk, tehát ők is készültek papírfoglalkozásokkal. A rajzversenynek az eredményhirdetése, tehát a rajzokat itt láthatjuk az előtérben, a szülők, a gyerekek, a nagyszülők mindig meg tudják nézni, és mindenkinek kiállítottuk a munkáját, nem csak a díjazottakért. A résztvevők kipróbálhatták a sakkozást is, a logikai játék egyre népszerűbb a gyerekek körében. Különböző feladványok vannak, különböző sakjátékok vannak. Az érdeklődőknek nagyon szívesen elmondom, hogy mik a sakjátéknak a szabályai, illetve milyen különleges sakkozási lehetőségek vannak. Itt a hexasak, hagyományos sak, minisak, illetve a hagyományos táblán játszható egyéb sakjátékok. Népszerűek voltak a kézműves alkotó foglalkozások is. Csipesz bábbal, illetve a gyermeki kreativitás képzelő erőre bízzuk, hogy mit készítenek a gyerekek. Végülis a tanap róluk szól. Minden más rendezvényen ott vagyunk, ami a gyerekekkel kapcsolatos Dombováron. Meghívást kapunk, felkérést és örömmel is teljesítjük. A szervezők a vendéglátásról is gondoskodtak. Palacsintával, koktélokkal és egyéb finomságokkal várták az éhes gyerekeket. Palacsintát sütünk, kenjük, sütjük, nagyszerű lesz, remélem, a gyerekeknek örömet akarunk szerezni. Látod-e, apuka, itt ne megöregedtünk, és az se lesz, aki öregségünkre elápolgasson, pedig mennyit imádkoztam a jó Istenhez, bár egy ekkoroska gyermekétnél. Közben székelymesék is elhangzottak a színpadon, persze némi humorral fűszerezve. Először is azzal fogom kezdeni, hogy megtanítom őket székelyesen köszönni. Én mondom nekik azt, hogy adjon Isten jó napot, ők meg visszaszólt, adjon Isten kedvekes. Egy ilyen székely köszöntővel kezdünk, és akkor utána ilyen bukovinai témájú mesék, hogy mik voltak Bukovinába. Édesapám milyen kilovasokat tanított nekünk, mikor gyerekek voltunk, ilyen tréfás formában. A rendezvény része volt az energiatudatos élményprogram. Dombovárváros önkormányzata is bekapcsolódott az éghajlatváltozás elleni küzdelembe. Ennek részeként a városi eseményen is igyekeztek felhívni minden korosztály figyelmét a környezettudatos életmódra. Sok minden interaktív programmal érkeztünk. Eleve itt a hátam mögött van az éghajlatváltozással és alkalmazkodással kapcsolatos vándorkiállítás, aminek ugye egy nagyon fontos lába az energiakérdéskör. Ez nem pici gyerekeknek, bár a képi anyaga neki is, de a nagyobb gyerekeknek és a felnőtteknek egyaránt rendkívül hasznos. Itt a gyereknap alkalmában ilyen vezetett előadásokat, bemutatókat tartunk. Energiatudatos totó, egy VR szemüvegen keresztül bemutatjuk azt, hogy egy erdőt mondjuk fentről hogyan lát egy madár, ez is bizonyára nagyon érdekes lehet számukra. A kora délutántól egészen estig tartó gyermeknapi program utolsó felvonása az Aprók Táncháza volt, amelyre a nevével ellentétben nem csak a kicsiket, hanem a nagyokat is várták.